A 024-782-391-es számon riasztják Csantavéren az önkéntes tűzoltókat. Gondnok híján távirányítással egy mobilkodjel segítségével működésbe hoznak egy szirénát, amely riasztja az önkéntes tűzoltókat. Legutóbb a szabadkai hivatásos tűzoltó kollégáik hívták őket segítségül, amikor egy szállodán kiütött tüzet kellett oltaniuk. Szombaton 18 darab könnyű bevetési ruházatot vehettek át a csantavéri lánglovagok. Ez azoknak a tűzoltóknak van előre látva, akik vonulós tűzoltók, akik tényleg mennek tüzet vagy bármi káreseményt vonulni, azok lesznek felöltöztetve, hogy egyformák legyenek, hogy tűzoltó kinézetük legyenek. Mert több évtizede már nagyon gyéren lett vásárolva ilyen jellegű felszerelés vagy ruházat. Fennállásának 125. évfordulóját ünnepli a Csantavéri Önkéntes Tűzoltó Testület ősszel. A nagymúltú egyesületnek csaknem 56 aktív tagja van. Igyekeznek a technikai felszereltségükön javítani. Ebben nagy segítséget nyújt nekik a helyi közösség. A biztonságos mindennapjaink és tevékenységeink nélkülözhetetlen része itt Csantavéren és környékén az önkéntes tűzoltóság, hiszen mezőtüzek, kéménytüzek, cégek, működő cégek, akik itt vannak, egy komoly biztonságérzetet nyújt, hogy minden pillanatban, minden helyzetben számíthatunk rájuk. A tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatán összesen 1286 új tűzoltóruha került a vajdasági egyesületekhez. Vláda pokrajine je prepoznala i izašla u susret da uz lokalne samouprave izvršimo nabavku, da obučemo dobrovoljne vatrogasce. Osnovna tri stuba reforme dobrovoljnog vatrogastva ide podmlađivanje, opremanje i obuka. Znači, opremanje smo krenuli, u nekom narednom periodu treba da se izvrši verifikacija vatrogasnih jedinica da bih mogle da funkcionišu na terenu po zakonu o dobrovoljnom vatrogastvu. Az Észak-Bácskai körzetben 22 önkéntes tűzoltó egyesület nyert 324 könnyű bevetési tűzoltóruházatot.